Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy mikor és hogyan ajánlott pittypangot fogyasztani. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Újhelyi Szabó Zoárd vagyok. A pittypang másik neve a gyermekláncfű, angol neve a dandelion, fogyasztható a levele és a gyökere is. Nagyon sokféle formában be tudjuk vinni a hatóanyagait, van belőle szárított gyógynövény, amelyből teát, főzetet célszerű készíteni, van pittypang kivonat, kapszula, cseppek és szirup formában is. Bevihetjük nyersen is a pittypangot, például tavasszal vagy nyáron a kertből összeszedve, illetve nagyobb biopiacokon árusoktól is meg lehet venni. A pittypang először is segít a vízhajtásban és a vizelethajtásban, elsősorban a pittypang zöldje, levele, tele van káliummal, K-vitaminnal és kalciummal. Érdemes fogyasztani a teáját magas vérnyomás, vizesedés, ödéma esetén. Vízhajtó hatása miatt a fogyókúr alatt is hasznos tud lenni, hiszen a legtöbb embernél a súlyfelesleg nagy része az víz. Minden 1 g glükóz, azaz cukor tárolása az a testünkben, 2,7 g vízre van szükség. A pittypang gyökér kivonata, cseppekbe, kapszulákba, szirupokba általában ez van, nagyon jó a máj regenerálásához, elzsírosodott máj ellen méregtelenítéshez. A pittypangból készült készítményeket, illetve a pittypang teát fogyaszthatjuk a bőt és a méregtelenítő kúra alatt is, nem szakítja meg a bőtöt, illetve segíti a méreganyagok távozását. Máj regenerálásához ajánlom figyelmetbe a Hepadex kapszulát, amely 15 gyógynövény hatóanyag koncentrátumát tartalmazza. Pittypang kivonat is van benne, illetve bojtorján gyökér, articsóka, petrezselyen, fokhagyma kivonat és mások. Azáltal, hogy javít a máj működésén, serkenti az epesav termelődését is, ami jobb zsírhasznosulást eredményez a testünkben, ugye az epesav fontos szerepet játszik a zsíranyag cserében. Ezen hatása hasznos lehet például azoknak, akiknek eltávolították az epe hólyagját. Ha például zsíros ételek fogyasztásakor negatív emésztőrendszeri tüneteket tapasztalsz, érdemes a máj állapotának javítására is gondolni, főként az epesav termelődésre, amit serkenthetünk a pittypang bevitelével. Cukorbetegeknek és a prediabetes állapotában lévőknek szintén fontos a máj regenerálásra is gondolni, illetve a pittypang gyökér tartalmaz inulint is, melynek hatására a cukor lassabban szabadul fel, így javulnak a vércukorértékek. Candida esetén is hasznos a pittypang gyökér és a belőle készült kivonatok, mivel táplálja a hasznos bélbaktériumokat, így a nem kívánatos gombák, baktériumok szintje csökkenhet a belegben. A pittypangból nincs meghatározva a napi mennyiség, egy gyógynövényről van szó, naponta többször is fogyaszthatjuk. A pittypang kapszulákat és cseppeket vízzel vigyük be, naponta többször, a teát étkezés után legalább egy órával ígyuk. Ha szeretnéd, hogy más is többet megtudjon a pittypangról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.